A Mi Hazánk mozgalom országgyűlési határozatot nyújt be annak érdekében, hogy a kilakoltatásokat megállítsuk. Hiába is kértük többször a kormánytól, hogy a kilakoltatási moratóriumot meg kell hosszabbítani, de ezt a kormány nem látta szükségesnek. A Mi Hazánk mozgalom pedig a visszajelzések alapján igenis úgy látja, hogy szükség van arra, hogy a kilakoltatási moratóriumot a kormány újra bevezesse. A kormány bevezette a rendkívül jogrendet, de ezzel párhuzamosan engednék rá a poklot a devizahitel károsultakra, hogyha nem vezetik be mielőbb ezt a moratóriumot. Mint ismert, több ezer kilakoltatás is várható az elkövetkezendő időszakban. Novemberig még nem kezdődik meg a téli kilakoltatási moratóriumnak a ideje. A törvényben előírt határidők miatt és a valódi kilakoltatási dömping nem most fog elkezdődni, hanem igazából nyár végén és ősz elejére tehető az, amikor ténylegesen ezek a kilakoltatások meg fognak indulni. Ezekre vonatkozólag is több dokumentumot és jelzést is kaptunk már adósoktól, hogy mikor várhatóak ezek a kilakoltatások, ahova a Mi Hazánk mozgalom, amennyire ideje és ereje engedi, mindenféleképpen ellátogat, és ott kíván lenni az adósok pártja mellett. Emellett szót kell még emelni nem csak azokról az ingatlanokról, amelyeket már elárvereztek, hanem azokról is, amelyekre még most tűzték ki ezeket az árverezéseket. Jelenleg is több ezer árverezés lett kitűzve újonnan, mivel ugye az elmúlt időszakban az ingatlan árverezéseket sem engedélyezte a kormány. Így szám szerint 2850 darab ingatlan árverezés volt jelen az MBVK online árverési felületén. Ez rengeteg családot és tönkretett életet jelenthet, mert ezeknek a nagy része vélhetőleg meggyőződésem, hogy mind deviza hitelből fakad, és azért is merem kijelenteni ezt a következtetést, mert a kilakoltatások száma is akkor ugrott meg hatalmasat, több ezresre, amikor elkezdtek a devizahitel hitelek bedőlni 2008-tól elkezdődően. A Mi Hazánk mozgalom ennek érdekében országgyűlési határozati javaslattal fog élni, hogy a kilakoltatási dömpinget megakadályozzuk, és végre lehetőség legyen a lakhatás fenntartása mellett rendezni Magyarországon is a devizahitel csalást. Politikai akarat szükséges, és a nemzet melletti teljes kiállás, és nem a útszélén hagyása. Vessünk véget a magyar nemzet népnyúzásának, a pénzügyi rendszer arcátlan gazdagodásának és a kormány képmutatásának is.